A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek. Könyvhét ünnepélyes megnyitójának a Művészetek Háza adott otthont. A rendezvényen az újonnan megjelent kötetek szerzőivel Csuhai István, a jelenkor főszerkesztője beszélgetett. Ez a rendezvény sorozat ez most kerek évfordulóját üli. Az elsőre 1929-ben került sor, és feltétlenül egyébként is ünnepi alkalom ez, hiszen mindazok, akik a könyvvel valamilyen értelemben foglalkoznak, akár írják, akár kiadják, akár terjesztik őket, azoknak ez valamiképpen ünnepe. Ezen felül is azt gondolom, hogy még további ünnep ez a kerek évforduló, és bizonyos értelemben bizonyítja is a létjogosultságát ennek a rendezvény sorozatnak. A 70. ünnepi könyvhét a színháztéri pavilonokban a különböző könyvkiadók kiállításával folytatódott. Nagyon örülünk annak, hogy töretlenül 70 éven keresztül meg tudtuk rendezni a könyveteket. Tulajdonképpen annyiban más, hogy más a kínálat és megváltozott a könyvek ára, de úgy tudom, hogy ez a vásárlóközönség szempontjából nem jelent nagy változást. Úgy hallottam, hogy körülbelül egynegyede a bevételnek ezen a néhány napon kerül a könyvesboltokba. A megkérdezettek fájlalták, hogy a könyvek ára folyamatosan drágul, s így egyre kevesebb lehetőségük nyílik az olvasásra. Ez az ünnepi könyvhét már egy olyan hagyományos rendezvény, hogy szerintem minden kultúrát pécsi polgárnak legalább egyszer illik itt végig sétálni és megnézni ezt a könyvkínálatot. Drágák a könyvek, ahogy így láttam, és még nem tudtam végignézni, mert most értem ide. És nagyjából tudom, hogy mik a könyvárak, csak sajnos eléggé nehezen jut hozzá az ember. Már én könyvtárban dolgozom, úgyhogy tudom, hogy mi az igény és mi lenne, de sajnos egyre nehezebben, úgyhogy inkább marad az, hogy a könyvtárban jönnek az olvasók, és ott próbálnak hozzájutni. A lényegi különbség azt hiszem az, de ez nem az ennek az évnek a sajátossága, hanem ennek, mondjuk ennek az évtizednek, hogy 10-20 évvel ezelőtt az ember hátizsákkal ment haza egy könyvhétről, mert ha egy picit is valami tetszett, vagy csak a tartalomjegyzékbe belenézett, és valami megragadta a fantáziáját, vagy a képzeletét, akkor megvette. Hát ma ezt nem lehet ilyen egyértelműen elmondani, azt hiszem, hogy az ember kétszer is meggondolja, hogy mit vesz meg. A helyi kortárs szerzők köteteit nagy számban találjuk meg az idei könyvtéren. Elsősorban a helyi szerzőknek a művei fogynak ilyenkor, hiszen nagyobb az ismertségük, nagyobb az érdeklődés irántuk, és természetesen azok a kortárs szerzők, akik valami rangosat alkottak, tehát a nevek, azok mindig, minden évben sikeresek, és azt hiszem, hogy nagy érdeklődésre tartanak számot. A színháztéri könyvvásárt június 7-éig tekinthetik meg az érdeklődők. Tavaly nyáron a Sétatéren rendezte meg első táncházát a Lőbei Táncegyüttes. Idén a Pécsi Kulturális Központ szervezésében települtek át a színháztérre. A megváltozott helyszín azonban nem vette el a pécsi polgárok kedvét a szabadtéri tánctanulástól. A zenekarom fog a Lőbei Táncegyüttesnek a zenekarra, tehát saját zenekarunk van, és hát ők fognak itt bazsemálni ma este. Milyen táncokat tanítatok ma? Magyarországi német táncok. Lesz neki a rész nyilvánvaló, ezen belül is itt a déli régióból szeretnénk nyilvánvaló minél többet, és hát akkor egy kicsit megismertetni a más megyék, tehát bácskai táncok, vagy tolnai, vagy ilyen táncokat is szeretnénk akkor csinálni majd. Talán az ismertebbek közül lehet említeni a hétlépést, a Schuster táncot, a Kreuzpolkát, ezek általában azért még a magyarok közébe is azért elég ismertek. Táncházba járok? Nem, régen, valamikor, amikor kicsik voltak a gyerekek, meg én táncoltam. Mit táncolt korábban? Néptáncot, magyar néptáncokat. Most lehet arra számítani, hogy esetleg a gyerekek is beállnak a körbe? Hát erről őket kellene megkérdezni. Fogtok táncolni ma este? Hát lehet. Valaki nem tud és nem ismer táncolni, akkor nem tudja magát jól érezni az emberek között.
A bámészkodók vidámak, a táncolni vágyók pedig rutinosak voltak, így a rendezvény jó hangulatban telt. Mindezt az árnyékolta be némiképp, hogy a színháztérre bevonuló árusok sátrai eltakarták a zenekart és szűkítették a táncteret. Ez a rendezvény az első része volt a nyári sorozatnak, hiszen júniusban minden héten és július 7-én számos más táncot, így gyimesit, moldvait, horvát és írkelta, cigány, valamint dél-amerikai táncokat tanulhatnak az érdeklődő táncos lábúak. Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kezelőjének.